A hétvégén rendezték meg Kakucson a 12. Nemzeti Hagyományőrző Böllér Fesztivált. A magyar gasztronómia egyik téli hagyománya a disznóvágás. Ennek a szokásnak az ápolására és határon innen és túli szerelmeseinek összehozására szerveződött meg ez a fesztivál. Az idei évben kifejezetten tavaszias idő fogadta a kiérkezőket. Volt már itt jég, meg voltak olyan esztendők még kinn a ringen, amikor előző nap olyan szélvihar volt, hogy széttépte a már fölállított sátrakat. Hát kétségtelen, hogy farsang végén, így farsang farkán, ilyen tavaszi napsütés még nem nagyon volt, de most már imádkozunk azért, hogy húsvétkor valami hasonló jó idő legyen, mint most februárban. Páncél Károly országgyűlési képviselő is visszatérő látogatója a fesztiválnak. Körüljártam, nem okozott csalódást, mint minden évben. Tehát szakszerű vidám csapatok, különböző hőfokon felhevítve önmagukat a reggeli pálinkával, de tulajdonképpen a magyar hagyományoknak megfelelően dolgozták fel idén is a sertéseket, és elkészült minden olyan kellék, ami kell egy hagyományos falusi disznótorhoz. Abálták a hurkának valót, darálták a kolbásznak valót, készült pecsenye, káposzta és mindenféle finomságok. A mai napról azt kell még elmondani, hogy azért próbatételekkel terhelt ez, ugye itt vagyunk a farsang végén, jövő héten már hamvazó szerda is kezdődik a bőgy. Ma Némedin falusi disznóvágás volt, ahol nincs verseny, mint itt, egész egyszerűen csak a falu levág három disznót, összejönnek 5-600-an és megeszik. Jól érzik magukat, ott kezdtem és köszöntöttem a jó kis hagyománynak a részvevőit, majd pedig itt ez a kakucsi rendezvény, amiről elmondhatjuk, hogy ugye 12. éves, ez egy országos méretű nagy rendezvény itt a térségben. Köszönet a szervezőknek, a falunak, Hörömpő Pistának, aki évről évre energiát beletesz ebbe, és itt mindenki jól érzi magát, nem csak a helyiek, hanem a környékbeliek is, meg a határon túli magyarjaink, akik érkeznek Felvidékről, Erdélyről, és bemutatják a saját régiójuknak a szokásait, hogy ők hogyan is dolgozzák fel a disznót, hasonlít azért itt a Közép-Magyarországihoz. A Nemzeti Összetartozás csapata is a versenyzők közt volt. Inkább a régi ismerősök tűnnek fel, ugye itt a Nemzeti Összetartozás csapata néven nagykátaiak vannak, kedves régi ismerősök, a maguk zászlaival, a nagy Magyarországot kirakják hurkából, kolbászból, úgyhogy nekik igazán fontos ez az ügy. Egyébként elmondhatjuk azt 2010 óta, így hogy most már túl vagyunk a Trianon századik évfordulója, szomorú évfordulóján is, hogy a nemzeti összetartozás az egy létező valóság. Nem egy ábránd, nem egy rózsaszín köd, hanem ez maga a valóság. Ez látszik egyébként ezen a rendezvényen is, ahogy itt vannak a határon túliak, mert tényleg hazajönnek, megmutatják magukat, minden évben itt találkozunk velük, és más rendezvényeken is. Jó, hogy így van ez. Százával tudnám sorolni a példákat a mindennapi életünkből, hogy eltűntek ezek a határok. Ott vannak persze, de tulajdonképpen a magyar-magyar kapcsolatokban ezek a határok eltűntek. A VIGASZ, vagyis a Világ Magyarságának Gasztronómiai Szövetsége is képviseltette magát. A szövetség alapelve: magyar asztalra, magyar alapanyagból, magyar ételt. Paprikás krumpli, mondjuk akkor egy igazi slambuc, ami egy kicsit már nehezebb, pásztatarhonya, gölődin leves, mondok népi ételeket is, vagy például egy tápióbicskei érdekes étel jutott most eszembe, lecsósárgyon töltött gombóc. Jutúróvá és kolbászává megtöltve, nem szilvájvá, vagy szilva lekvárra gombóc, hanem azon van egy lecsós ágyon tálalva. Ez az 1800-as évekből való étel. Hát én nekem egészséges a magyar étel, mert ugye a zsírsavak kellenek, hogy a vitaminokat lebontsa, én nem vagyok híve a mű dolgoknak. Hát akkor hazabeszélek, tápióbicske. Egy igazi magyar étel a töltött káposzta, ugye? Hát és a tápióbicské egyedül Magyarországon hogy csinálják? 1870-es recept, kirántsák, és ezt csak tápióbicskén csinálják, a rántott töltött káposztát. Ennek a lényeg az, hogy
fele füstölt hús, fele rendes hús, többi ugyanúgy, mint a töltött káposztát csinálnak. Azt szoktam mondani, hogy lustasszonyok, mikor csinálnak töltött káposztát, lopjonak ki belőle egy tízet is, ráncsák ki, és egy kapros tejfölös mártással felszolgálják, nem fogják elfelejteni. A böllérek már kora reggel óta dolgoztak. A kolbász szalonnal mit csináltatok? Mindent, ami szemszájnak ingere. Csináltunk hurkát, kolbászt, káposztát, vért, pörköltöt, ami szemszájnak ingere, tényleg. És a sári rétesről azért beszéljünk, ha már sári húsból. Mindenféle sári dolgot hoztatok, így rétest is. Így van, a rétes is, ami páratlan, én szerintem. Csináltunk disznótoros káposztát, nem takartos káposztát, hanem disznótorost. Csináltunk hurkát, kalbászt, csináltunk disznósajtot, ezt kimondottan mi fajta disznósajtunk, nem biztosan álltak ilyen. Mi jobban használjuk inkább a szlovákiai, ott a magyar lakta település, Dél-Szlovákiában inkább jobban használjuk a majoránnát. Erősebben fűszerezünk szerintem, mint a magyarok, így mondanám. A Harley Davidson csapata első alkalommal vett részt a fesztiválon. Nagy örömmel jöttünk, és hát kitettünk magunkért, amennyire lehet. Azt gondolom, hogy a legjobb hurkát, kolbát mi csináltuk itt a fesztiválon. Ez egy hagyományteremtő rendezvény lesz, máskor is jönnek? Én tetszik egyelőre? Én azt gondolom, hogy nem először vagyunk itt, illetve először vagyunk itt, de nem utoljára. Tehát a következő években is, ha meghívnak bennünket és eltűrnek minket itt ezen a helyszínen, akkor itt leszünk. Ennek egy hagyománya van a Harley Davidson történetében, mert ott, amikor a Harley Davidson megnyert egy ilyen nagy versenyt, akkor egy malacot kaptak ajándékba, az jelezvén, hogy tulajdonképpen malacuk volt, hogy megnyerték, de aztán azt továbbiakban bizonyították, hogy nem a malac miatt volt, hanem további versenyeket is megnyertek. Tehát innen a malac történet, de egyébként mi meg nagyon szeretjük a hagyományokat, és nagyon szeretünk ilyen rendezvényeken részt venni, hisz a csapatunknak az a úgymond szlogenje, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, együtt legyünk, és jól érezzük magunkat. Azt elárulhatom azért, hogy annyira azért ismerem a klubot, hogy a Chapter egy nagy család, kisebbek és nagyobbak is, és ahogy megmutatjuk a képen, egy kisebbek is vannak itt bőven. Sőt, egész picik is. Tehát ő például egy új tagunk, aki nem olyan régen erősíti a csapatunkat, pontosan 4 hónapja. Lassan megkapja a felvarrót, nem? Hát természetesen igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Én bízom benne, hogy hamar találkozni fogunk, jövőre mindenképp, és széles utat, gumifákat. Mi is köszönjük, és jó szórakozást mindenkinek.